A februári összevont labdajátékok döntő után újabb országos döntőt rendezett Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Az amatőr, azaz nem igazolt kézilabdázókat felvonultató csapatok a megyeszékhely négy iskolájának csarnokában játszották meccseiket. A fiúknál és a lányoknál egyaránt 16 együttes lépett pályára. A játékosok az érmek mellett plusz felvételi pontokért is harcoltak, mivel a diák olimpiai döntő egyben tanulmányi verseny is. Sosem könnyű azt hiszem összehangolni a tanulást és a sportolást, de jó példák mindig vannak, és azt gondolom, hogy azok, akik részt vesznek ezen az országos tanulmányi versenyen, minden motivációt megkapnak, nyilván a szüleik részéről is, és az iskolák részéről is, hogy részt vegyenek ezeken a versenyeken. Mi az MDS, a Magyar Diáksport Szövetség részéről azt tudjuk ezt hozzátenni, hogy ő számukra, akik most már itt az 5-ös, 6-os korcsoportban mérettetnek meg, nagyon közel van az a 10 felvételi többletpont, amit egy országos döntőn elért egy 3 helyezés biztosít. Bár megyebeli csapat ezúttal nem szerzett térmet, a Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke elégedett volt az eredményekkel és a szervezéssel. Nagyon pozitív a kép, én úgy gondolom erről a diákolimpiai döntőről, erről az országos döntőről. Játékosokkal és vezetőedzőkkel, illetve kísérőtanárokkal, akikkel beszéltünk, mindenki nagyon elismerően nyilatkozott mind a szervezésről, mind pedig a körülményekről, és számunkra ez a legfontosabb. És persze hát örültünk volna annak is, hogyha itt a döntőben szurkoltunk a megyei csapatokért. Ez most nem sikerült, hajszálon múlott, de így is nagyon szép eredményeket érnek el, hiszen az 5.-8. helyért játszik mind a három megyei csapat, ami azt hiszem, hogy a 16-16 csapatos mezőnyben egy igen csak elismerésre méltó teljesítmény, és mégiscsak az ország legjobbjairól beszélünk. A megyebeli csapatok közül a fiúknál a nyíregyházi Krúdi az 5., a Kölcsei pedig a 7. helyen végzett. A lányoknál a fehérgyarmati Deák gimnázium együttese a 6. helyen zárt. A bajnoki címet a fiúknál a budapesti Szent István gimnázium, a lányoknál pedig a budai Ciszterci Szent Imre gimnázium csapata szerezte meg.